Kemény Dénes a férfi vízilabda válogatottal háromszoros olimpiai bajnok, korábbi szövetségi kapitány volt a VOSZ Páholy februári vendége. Az eseményen a megyei VOSZ elnök, Bányainé Micskő Magyi Anna mondta el, hogy a jövőben az összejöveteleken bemutatkoznak a tagvállalkozások is. Első alkalommal Sajtos Attila mutatta be az Eventus Művészeti Középiskolát, amelynek kórusa Hegyesi Hudik Margit vezetésével rövid műsort is tartott. A folytatásban Kemény Dénessel Vasúrit beszélgetett. Az esten szó esett a válogatási alapelveiről és arról is, hogyan vált ő maga vezetővé. Elárulta, edzőként kezdte vezetői pályáját, visszagondolva saját edzőinek döntéseire, majd később a sajátjaira. A mai képzésekből hiányolja a vezetői felkészítést. Szerintem ez a mai oktatási rendszernek a legnagyobb defektje, hogy igazából nem nagyon tanítják a vezetést magát. Most már például a TFN, a szakedzőképzésen van ilyen vezetői kvalitások. Fél mondat az egyik fél éves tantárgyban, tehát nem mondanám, hogy túl van lihegve. Nem is véletlen, hogy rengeteg nagy cég folyamatosan a leadership képzésekre küldi a vezetőit. Kemény Dénes a sikeres csapatépítés kapcsán beszélt arról, hogy fontosak a célkitűzések, a bizalom, el kell magyarázni az odavezető utat és jól kell összeállítani a csapatot. Olyanoknak van helyük a csapatokban, akik képesek egymásért és a célokért küzdeni. Fontos pillanatokban mernek vállalkozni, és kudarc alkalmával nem alszanak jól akkor sem, ha maguk jól teljesítettek. Elárulta, szokott visszajelzéseket kapni előadásai után, és több helyre hívják előadni. Abból gondolom, hogy ezek hasznosak tudnak lenni, hogy továbbra is hívnak, és szerintem ez inkább a szájra terjedés az oka, vagy hogy sok szakember esetleg egyik cégről átkerül a másikra, és a saját emlékképei alapján javasolja, hogy a másik vállalkozás engem megkeresett. Kemény Dénes elmondta, elsősorban továbbra is a vízilabda edzők képzésével foglalkozik, szótejtett arról is, hogy tévésorozat készülhet a Nemzet Aranyain filmből.